részlet a tavalyi ünnepségből. Idén is nyílnak új kiállítások a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Szekeres Emil festőművész és Gránic Miklós fotóművész mellett a népi kultúra örökségét ápoló alkotócsoportok mutatják be munkáikat a város intézményeiben, így a művelődési házakban, a múzeumban, a könyvtárban és a Honvéd kaszinóban. A Kanizsai Kulturális Központ három városi intézményegysége mellett vannak más közművelődési és közgyűjteményi intézmények is, és közöttünk mindig is testvéri összefogás volt és van, és ez a csodálatos benne, hogy minden intézménynek megvan a maga profilja, és ezzel tesz hozzá ehhez a csodálatos ünnepséghez, ehhez az ünnepi programhoz. Saját kulturális életéből megmutatni a nagyértelmű közönség felé, így teszi intézmény. A Vokke Kodály Zoltán Művelődési Házban Haza, Nemzet és Nyelv címmel tartanak ünnepséget január 21-én 5:30-tól. Közreműködnek a Mamik hagyományőrző dalkör, Kocsis Edit versmondó és a Pántlika Néptánc együttesünk. Minden kedves érdeklődőt nagyon sok szeretettel várunk, belépés díjtalan. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint ezen a napon fejezte be a himnusz megírását Kölcsey Ferenc.